Petőfi Sándor Arany Lacinak. Laci, te! Hallod-e? Jel ide, jel, ha mondom, rontom-pontom. Ülj meg ittan az ölemben. De nem otcany, mert különben megtalállak csípni. Így mi? Ugye fáj? Hát ne kiabálj. Szájjal betend, nyívd ki füledet. Nyívd ki ezt a kiskaput, majd meglátod, mi fut rajta át a fejedbe. Egy kis tarkalepke. Tarkalepke kismese, szállj be Laci fejébe. Volt egy ember, nagy bajuszos, mit csinált? Elment a kúthoz, de nem volt víz a vederbe. Kapta magát, telemerte. És hogyan minek merítette meg azt a vedret? Tán a kertet kéne meglocsolnia? Ma ihatnék? Nem biza, telt vederre a kezébe, a mezőre ballak szépen. És ott megállt, és körülnézett. Ej! Olyan mit szemlélhet? Tán a fényes déli bábot, hisz olyat már sokat látott. Vagy a szomszéd falu tornyát, hisz azon meg nem sokat lát. Vagy tán azt az embert, ki amott a kennelt, áztatóba hordja. Arra sincsen gondja. Mire van hát? Ebugatták. Már csak megmondom, mi véget nézi át a mezőséget. A vizet miért hozta ki? Ürgét akar önteni. Ni, ott az ürge, hűmi fürge, mint szalad. Pillanat, s oda bent van, benne a lyukban. A mi emberünk serest, oda nyargal egyenest a lyuk mellé, s beleönté a vedervizet. Torkig telhelett. A szegény kis ürge egy darabig tűrte, hanem aztán csak kivászott, még az inge is átázott. A lyuk száján nyakon csípték, hazavitték. És mostan itt van karjaimban, mert te fürge pajkos fürge, te vagy Laci, te bizony.